Sport, marketing, gazdaság. Gazdaság. Beszélgetés a sportról a sportmarketing mentén. A műsorvezető Mezei Dániel. Minden hétfőn 17:30-tól. Önök továbbra is a Gazdasági Rádiót hallgatják, és Balogh Gáborral beszélgettem a műsor első felében, sőt jelentős részében, de említettem, hogy egy érdekes konferenciáról, az erőnléti edzők konferenciájáról lesz szó, egészen pontosan Nemzetközi Erőnléti Edző Sporttudományos Konferencia, és dr. Zobcsák László főszervező, az IVI Sportakadémia igazgatója itt van a vonal végén. Hall engem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igen, és üdvözlöm a hallgatókat is. Azt mondta Balogh Gábor, aki mégiscsak olimpiai ezüstérmes, világbajnok ötösező, hogy azért ez a része a felkészülésnek egyáltalán nem mellékes. Miről szól pontosan ez a Nemzetközi Erőnléti Edzőkonferencia? A Nemzetközi Erőnléti Edzőkonferencia gyakorlatilag ennek az új szakmának a megalapozásáról, Magyarországra történő behozásáról szól. Azért mondom, hogy új szakma, mert ez külföldön nem új, itthon Magyarországon nem volt eddig erre elkülönített poszt a csapatoknál, élsportcsapatoknál, illetve a felkészítésben. Tehát nem kezelték külön edzői feladatként ezt az ismeretet, ezekkel kapcsolatos ismereteket, előadásokat, illetve egy képzési rendszert hoztunk be, egy amerikai licenszképzést megvásárolva, olyan képzést, amelyben az NHL-be, NBA-be, amerikai ligákban dolgozó edzők portfóliójába is szerepel. Na most, hogyha én kutatok az emlékezetemben, és hát ugye sportban viszonylag jártas vagyok, akkor én például emlékszem arra, hogy az MTK-nál már jó régen, több mint 10 évvel ezelőtt volt kísérlet arra, talán elsőként, hogy egy ilyen jellegű felkészítés is kapjanak a labdarúgók, vagy éppen a magyar vízilabda válogatottnál szintén volt rá példa, de ennek ellenére önök úgy gondolják, és gondolom, hogy ezt pontosan tudják, hogy egyre nagyobb szükség lehet erre is ilyen jellegű tudásra a magyar sportban. Igen, ez teljesen igaz, hogy elszórva voltak ilyen kezdeményezések már. Gyakorlatilag a probléma az volt, hogy nem volt egy egységes koncepció, mi ezt úgy hívjuk, hogy integrált koncepció. Tehát voltak egyéni, illetve olyan egyéni szakemberek, akik külföldi munkájuk során megismerkedtek ezzel a területtel, vagy önképzéssel szólhozták magukat az erőnléti edzésben. De gyakorlatilag azért fontos ez a dolog, mert ma már a technikai képzettség mellett nagyon fontos az is, hogy a játékosok gladiátorok legyenek. Tehát nem az dönti el akár a Premier Ligában, akár a spanyol bajnokságban is a meccseket, hogy melyik játékos képzettebb. Valóban ez is fontos, de a csapat kondicionálása milyen, az erőnléte milyen, és ezzel összefüggésben azt is meg kell említenem, hogy a játékosok mennyit sérülnek, mennyire terhelhetőek. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, ami legalább olyan fontos részét képezi az edző munkájának. Ez a korrektív sportrehabilitáció, mint maga az, hogy hogyan növeljük a teljesítményt. Hány előadó érkezik? Kik érkeznek Magyarországra? Hol lesz pontosan az esemény? És hát nem mellékesen, ki az, aki ellátogathat ezekre az előadásokra? A nap során két szekcióban összesen 27 előadást hallgathatnak meg a résztvevők. Telkiben lesz egyébként jövő hét végén, pénteken, május 23-án ez az egésznapos konferencia. A fő előadó egyébként dr. Jeremy Moody, a Cardiffi Egyetemnek az erőléti edző mester programját vezeti, tehát a master's képzést. Egyébként a korábban ő volt az angliai erőléti edző szövetségnek az elnöke is. Ő egyébként rögbisekkel foglalkozik a mai napig, egy olyan sportággal, ahol nagyon sok a sérülés, illetve a sérülés a veszély, és rökeléket készíteni rendkívül jól. Tehát Jeremy az ő módszerékről, USA, illetve angliai tapasztalatokról fog beszélni, de érkezik még két másik olyan előadó is Angliából, akik a Premier Ligába futballoztak korábban, és úgynevezett sport performance coachként azzal foglalkoznak, hogy különféle sportágok, itt például a golf is benne van ebben, golfozóknak az egyéni kondicionálását végzik. Egyébként nagyon sok kiváló magyar szakembert is megnyertünk erre a konferenciára, és a délutáni program az gyakorlati részeket is tartalmaz. Itt lesz például Horváth Tamás, a magyar vízilabda válogatott erőléti edzője. Ő hogy kerül a judo a vízbe címmel fog tartani egy gyakorlati bemutatót, mégpedig Tóth Marci válogatott kerettag segítségével. Tehát rendkívül érdekes, izgalmas lesz. És a kérdésének az utolsó része úgy hangzott, hogy kit várunk erre a konferenciára. Tulajdonképpen
azt nem mondom, hogy laikusokat, olyan érdeklődőket, akiknek nincs ehhez köze, mert nagyon fontos az, hogy aki ide ellátogat, már képbe legyen a sporttal, sportedzéssel kapcsolatban valamilyen vonatkozásban, de a testnevelő tanártól a fitness edzőig egyébként elég széles a skála, hogy kiket is várunk ide, hiszen ezeken a területeken is megjelenhet ez a tudásanyag, illetve nagyon fontos, hogy egy új karrier, egy új egzisztenciális lehetőség is kibontakozhat azoknak a szakembereknek, akik akár volt sportolóként, élsportolóként egy új karrier építésén próbálkoznak, és szeretnének a sportban maradni, edzéssel foglalkozni, edzőséggel foglalkozni. Tehát akkor tulajdonképpen az derült ki abból, amit mondott számomra, hogy amellett, hogy lesznek tudományos kutatásokon alapuló előadások, közel 20 előadás, amellett gyakorlatban is bemutatják majd délután telkiben, hogy mi az, amit mondjuk esetleg érdemes csinálni, vagy amire érdemes figyelni, és hát erre azért sokan kíváncsiak lehetnek. Igen, rendkívül fontos, hogy ez nem csak egy átlagos konferencia lesz, ahol elméletben kiállnak az akademikus tudással rendelkező kutatók, és elmondják, hogy mik a legújabb vívmány. Nem, abszolút nem erről van szó, direkt olyan előadókat kértünk fel, például az előbb említett Jeremy Moody személyében is, aki a mai napig is edzőséggel, erőnléti edzőséggel foglalkozik a munkája mellett. Tehát inkább arról szól a konferencia, hogy az elméletet hogyan ültetjük át a gyakorlatba, mik a legjobb gyakorlatok külföldön. Természetesen Magyarországon is vannak már nagyon jó példák. Egy ilyet említenék, az Eto FC most 10 edzőjét iratta be hozzánk a továbbképzésre. A helyszín az ott volt náluk Győrben, és rendkívül jó tapasztalatokkal gazdagodtunk mindannyian, és ők is például fognak beszámolót tartani arról, hogy az ETO-SC munkájába hogyan tudják beemelni az erőléti edzést. Tehát valóban nagyon sok gyakorlat lesz. Van a képzési rendszerünkben egy úgynevezett Optimum Performance Training modell. Ezt fogjuk bemutatni, hogy el lehet felépíteni a stabilizációtól az erőfejlesztésen át egészen a robbanékonyságfejlesztésig egy játékosnak vagy egyéni sportolónak a kondicionálását. Ugyanígy a korrektív gyakorlat folytonosság, ez a CEX modell, ezt is bemutatjuk lépésről lépésre, gyakorlati példákat hozva. Tartunk funkcionális tréning bemutatót, itt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt integrált megközelítésbe, tehát nem arról fogunk beszélni, hogy egyes termékek vagy eszközök mennyire fontosak vagy nélkülözhetetlenek, hanem hogy ezeket hogy lehet beépíteni az egész éves felkészítési ciklusba. Értem. De természetesen ez a nap nem lesz arra elég, hogy mindezt teljesen átadjuk, ez egy figyelemfelkeltés, egy új szakma megszületésének, illetve megalapozásának, hazai definiálásának első lépése. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, mert ugye a közismert mondás, ami egyébként az önök sajtóanyagában is benne van, hogy nem az a legdrágább játékos, aki a legtöbbe kerül, hanem az, aki sérült, és úgy ül a kispadon, és nem tud játszani. Tehát gondolom ez a mondás, ami miatt többek között fontos ez az összejövetel, ez a konferencia. Dr. Zobcsák László, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, tehát a következő hétvégén telkiben lesz ez a konferencia. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, önök sportmarkó.